Kétszer annyi halat eszünk majd, mint eddig. Ezt várja a földművelésügyi miniszter az áfa csökkentéstől. Ő a vadhús, a trapista sajt és a felvágottak adóját is mérsékelte volna, de a kormány most másképp döntött. A hal, az éttermi szolgáltatások és az internet áfájának 5%-ra csökkentését kezdeményezik. Egy átlagos előfizetéssel összesen nagyjából évente 5000 forintot lehet majd az interneten spórolni a portfólió szerint. A 2018-as költségvetés tervezetét a nemzetgazdasági miniszter adta át az országgyűlés elnökének. Ha megkérdezném a 3 éves gyerekemet, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy Túró Rudinak az áfáját csökkentsük, ha tudná, hogy mi az az áfa. Nem tudja még szerencsére. Úgyhogy lépésről lépésre haladunk, most a halhús került ebbe a körbe. Nem várt kedvezményt kapnak az ingatlan bérbeadók. A kormány teljes egészében eltörölné a 14%-os ECHO-t. Ezzel pedig 17 ezer forintot hagynának havonta egy átlagos budapesti lakás kiadó zsebében az ingatlan.com szerint. Nincs meglepetés a családi adókedvezmények tekintetében. A korábbi terveknek megfelelően a 2 gyerekeseknek 5000 forinttal havi 35 ezerre emelkedik majd jövőre. Ez a költségvetés a munkából élők költségvetése. A Nemzetgazdasági Minisztérium úgy számol, jövőre 8,8%-kal emelkedik majd a bruttó átlagkereset Magyarországon. A kormány az idejénél dinamikusabb 4,3%-os gazdasági növekedést tervez 2018-ra, és a 2017-essel megegyező mértékben 2,4%-ban határozták meg a hiánycélt. Az inflációt pedig 3%-ra várják jövőre. Vagyis a nyugdíjak is 3%-kal emelkednek majd, miután az országgyűlést az alaptörvény kötelezi a nyugdíjak reálértékének megőrzésére. A GKI úgy számol, a magyarok 2018-ban többet költenek majd, és többet kapnak majd a pénzükért, mint idén. Azt mondják, a kötelező minimálbéremelések miatt nő majd Magyarországon a vásárlóerő. Szerintük a kormány a munkáltatókkal akarja megfizettetni az életszínvonal növekedését. Elsődlegesen a vállalkozói szférára hárítja a választási költségvetés, vagy választási gazdaságpolitika terheit a kormányzat. Más kérdés, hogy ez a versenyképesség romlásában mutatkozik meg. Az országgyűlés várhatóan június közepén szavaz majd a költségvetésről.